A Térzene koncertsorozat egyik fellépését tekinteti meg a következőkben. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzunk. Ha nem probléma, én úgy látom, hogy a fiatal közösség itt van. Maradhatunk meg az őben. Berkő Zoltán, az zongoraművész, partnerem, én jó magam, Gábor, a gyártár vagyok Magnéton. Egy kamara és Magnéton és zongora kamara délelőttel készültünk a Térzene koncertsorozat keretén belül. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, és egy kedves kötelességünknek a koncert előtt szeretnék eleget tenni, hát a sorban a szót. Az Emberi Erőforrások Minisztériumán kultúrája felelős állampolgársága komoly zene népszerűsítését, országos programot kezdődik. A Térzene program célja, hogy Magyarország 5000 fő feletti települései rendszeresen szólaljon fel a zene, közösségi élményé válhasson. A Térzene program a magyar kormány támogatásával valósul meg, amelyben a hazai zeneművészeti együttesek előadásának éves szinten közel 2000 Köszönjük Magyarország kormányának a lehetőséget és a támogatásokat. Fogadjátok szeretettel a műsorunkat. Első műsorszámként egy Blozé Fantázia című művet játszanánk. A műről annyit kell tudni, hogy Blozé a szerző, ő a Párizsi Konzervatoárnak egy nagyon híres tanára volt, fakulós hangszerekre különös előszeretettel írt műveket, és ez a mű, ez Weber Oberon operájának híres motivumait dolgozza föl, tehát hangulatában egy kicsi operát fogunk nektek játszani, bevezetéssel, egy kis mozgalmassággal, lírai lassúkkal, és egy nagy fináléval. Fogadjátok szeretettel! Thank you.
A következő darabunk, úgy vélem, hogy a szerzőjét nem fogom nektek mutatni, mindenki számára ismerős lesz. Bécsi klasszikának három jeles képviselője volt. Ebből őt szoktuk másodiként megnevezni. Az én véleményem az, hogy szerintem ismertségben, népszerűségben úgy hiszem, hogy ő az első számú. Wolfgang Amadeus Mozartról van szó. Páratlan műveket írt, komoly zenei szempontból nézve is úgy gondolom, hogy egytől egyik szinte remek mű. Ahogy nézem a közönséget, hát szinte olyan pici gyerek korától kezdve, mint ahogyan itt látok bennőtöket, már szimfóniákat írt, valós tényeseket írt. És ez, amit most fogunk játszani, Mozart szonatinája fog elhangozni. Ez egy 4 tételes mű, és úgy vélekszünk, hogy ez eredetileg egyébként egy valós kamaramű lehetett. Átírták erre a 2 hangszerre. Hangulataiban és zenei adottságaiban tekintve én úgy érzem, hogy abszolút visszasejthető, hogy hegedűk vannak benne, brácsa van benne, cselló van benne, valós hangszerek vannak benne. Javaslom, hogy ezeket próbáljátok megtalálni, megkeresni. Mint ahogy mondottam, 4 tétele lesz, egy allegro tétellel kezdünk, majd következik egy menü, utána egy lassú tétel, lágetto, és a finálé egy újabb menü. Thank you.
Átadnám a szót Bartalámnak, egy zorban a szóló következik, és megkérem, hogy beszéljen egy kicsit a műről. Robert Schumann-tól a német romantikus zenei legjobbással szerződésre szeretnénk kezelni két jövő darabot. Az egyik az Emlékezés, a másik pedig az Idegen ember. Az Emlékezés Felix Mendelssohn emlékére íródott, és igazából az egész egy dalszerű valami, olyan, mint hogyha egy dal lenne, csak nincs hozzá szöveg, és nincs hozzá énekes. Tehát olyan, mint egy dalszöveg nélkül, és egyébként ilyen dalszöveg nélkülöket Mendelssohn írt, tehát ez egyfajta tisztelgés barát elég. Az Idegen ember, ez egy erőteljes drámai jellegű indulószerű zene, amely nagyon gyakori karakterekben Schumann nagy zongora ciklusaiban is, mint például a szinkronikus együttőkre vagy a kalandóban. Schumann egyébként jellemző az a fajta kettősség. Egyébként ő híres író is volt, és írásaiban megjelenik Florestán és Eutychius, hogy két személyiség. És igazából ő a szerzőnek a két személyiségét mondja. Fogadják szeretettel! Thank you.
romantika bűneivel. Egy véleményem szerint kevésbé ismert szerzőtől fogunk most játszani. Az elszerző neve Nils Gade. Nem gondolom, hogy sokan ismerik. Ő egy norvég zeneszerző. Stílusát tekintve én a késő romantikára tenném őt. És klarinetesek számára írt egy Fantázia darabok című művet. Ennek az első két tételét fogjuk eljátszani. Az első tétele Andantino, a második tétele pedig Allegro. Thank you.
művészekként úgy gondolom, hogy kötelességünk magyar szerzőkkel is játszani. Egy kicsit a határon túli magyar lélekhez is szeretnénk szólni. Következzék két mű Bartók Bélától. Az egyik este a Székelyeknél, azt követő pedig a Tóth Legények tánca. Akkor ismerték meg, és őre nagy hatással.
valójában ez egy, ugye Children's Corner, magyarul úgy szokták fordítani, hogy gyerekleckó, de nem igazából gyerekmű, hanem egy ilyen ironikus, humoros valami. A kis pásztor, az első, amit játszott, az egy, amit én látok bele, az egy természeti kép, egy nagy alföldön, nincs is nagy alföldön vagyunk, egy pásztor furuljázik, és ott a csendes magányában ott elcsodálkozik a tájszépség. A másik, amit játszok, az egy vicces, vidám, rektáns különbségben, a Hollywood-szépségben. Thank you.
bennünket egy Weber koncert, kis koncerttel folytatnánk. Karl Maria von Weber, egy német zeneszerző, aki a klarinétot tekintve számunkra egy nagyon szerencsés együttállásban volt. Ő jó barátja volt egy klarinétos is, és ennek köszönhetően több remek versenyüvet írt erre a hangszerre. Szám szerint két nagy versenyüvet, egy S-dur és egy F-moll nagy koncertet. És amit mára hoztam a közönségnek, ez pedig egy, ahogy mondottam, kis koncert, S-dur koncertíró. Minden, ami a nagy koncertben megtalálható, egy kicsit sűrítve van, és kisebb formátumban van megkomponálva. Weber szerzeményeire nagyon jellemző az opera stílusa, és hiszen ő remek jó operákat is írt. Ennek köszönhetően éppenséggel a versenyműveiben is, akár ebben a kis koncertben is lehet operai jegyeket találni. Következzék Weber S-dur koncertírója. Thank you.
utolsó műsorszámához. Mi nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy itt lehettünk. Felhívom mindenkinek szíves figyelmét arra, hogy a koncertsorozat az folytatódik, és a következő előadás pénteken lesz. Úgyhogy oda is várunk mindenkit szeretettel. Nem mi leszünk egy következő társaság, de mivel ez a kezdeményezés az él, és folytatódik, azért úgy gondolom, hogy érdemes kijönni. Búcsúzóul pedig egy újabb Bartók művet szeretnék játszani, három Csík megyei népdal. Most megmutatják a filmpontját, szépen összemennek. Nem, hagyom, hogy a filmpontját.